Székelyföldre látogat az EP petíciós bizottsága, hogy megismerjék a medve problémát, miután a három székelyföldi megye Brassó megyével kiegészülve egy erre vonatkozó petíciót nyújtott be az Európai Parlamentbe. A munkalátogatás programjában azonban csak egy olyan székelyföldi helyszín szerepel, ahol a medve kérdésről tájékozódik a küldöttség, és pedig a Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdő. Május 15-e és 18-a között tényfeltáró látogatásra érkezik Romániába az Európai Parlament petíciós bizottságának küldöttsége annak a petíciónak a kivizsgálására, amelyben a három székelyföldi megye, valamint Brassó megye tanácselnökei a romániai medvepopuláció okozta problémákra hívták fel a brüsszeli döntéshozók figyelmét. Vince Lóránt, RMDSS európai parlamenti képviselő híradónk érdeklődésére rámutatott. Még 2019-ben javasolta a székelyföldi járóknak, hogy használják ki ezt az eszközt, amely jó lehetőség arra, hogy a medvekérdést napirendre tűzzék az EP-ben. Azóta megvolt az Európai Parlament szakbizottságában a meghallgatás, és ott javasoltam a kollégáknak azt, hogy legyen egy tényfeltáró látogatás, vagyis hogy a petíciós bizottság küldöttsége látogasson el a helyszínre, Székelyföldre, és ott nézze meg azt, hogy mit jelent a medve-ember együttélés egy olyan helyzetben, hogy a nagy ragadozó túl szaporodott, és egyre több emberi áldozata van, illetve gazdasági kár keletkezik azzal, hogy a nagyvad kiszorul az életteréből és lejár a településekre. A javasolt programot azonban, amely több székelyföldi helyszínt tartalmazott, nem fogadták el Brüsszelben a parlamenti pártok, ezért a háromnapos látogatás menetrendjében egyedüli székelyföldi helyszínként a Kovászna megyei Sugásfürdő szerepel. Vince elmondta, a medvekérdés mellett az illegális fakitermelés kapcsán benyújtott Szucsáva megyei petíciókat is a helyszínen vizsgálják. Így született meg a bizottságban résztvevő különböző politikai alakulatok képviselőinek kompromisszumos döntéseként a munkalátogatás háromnapos programja, amely során a különböző országokból érkező képviselőknek lehetőségük lesz találkozni a bukaresti döntéshozók mellett helyi vezetőkkel, szakértőkkel, civil szervezetek képviselőivel, gazdákkal, akik naponta szembesülnek ezekkel a problémákkal. Borbély Csaba kifogásolja, hogy Hargita megyei helyszín nincs a programban, és levélben kérte a bizottságot, hogy látogasson el a legtöbb medvét és medvekárt jegyző romániai megyébe is. Erre reagálva Táncos Barna környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, most a Sepsiszentgyörgyi helyszínen kell minél átfogóbb képet adni a teljes régió helyzetéről.